A mai értelemben vett vám és pénzügyőrség története 1867-ig nyúlik vissza, ekkor rendelkezett Lónyay Menyhért pénzügyminiszter egyes számú körrendeletében a Magyar Királyi Pénzügyőrség megalakításáról. A szervezet legfontosabb feladatai közé akkor a csempészet, a pénzügyi törvények és szabályok áthágásának megakadályozása tartozott, mondta el a hatóság megalakulásának évfordulója alkalmából megtartott ünnepségen a NAV megyei igazgatója. Kazsuk Attila felidézte, a 3000 fővel megalakult szervezet az elmúlt évtizedekben többször átalakult, míg végül 2011-ben létrejött a mai ismert szervezeti egység. A 150 éves történelemre egy emléktábla avatásával emlékeztek meg, amellyel az egykori pénzügyminiszter előtt is tisztelegtek a rendvédelmi szervek képviselői. 1867. március 10-én megyénk szülöttje, gróf Lónyay Menyhért tevékeny közreműködésével lerakták a modern pénzügyi közigazgatásnak az alapjait. Ennek a vám és pénzügyőrség, a NAV előtt szervezete folyamatosan részét képezte, hogy részét képezi ma is. Nagyon sok változáson ment keresztül a szervezet, nyilván szervezeti oldalról is, de amit én fontosabbnak tartanék, az sokkal inkább a ember, aki a pénzügyőr, aki képzettségével, tehetségével végigszolgálta a szervezetnek az érdekeit, illetve a modern pénzügyi közigazgatást, illetve a szakmai módszerek megújítása, hiszen az előbb láthattuk azon a szervezet történeti kiállításon, amelyet rendeztünk, hogy honnan indultunk, az egyszerű papíralapú vámigazgatási eljárásoktól mai napon már az elektronikus ügyintézésnek a teljesség, ami jellemzi a munkánkat. Jelenleg a költségvetési bevételek 90%-át a NAV szedi be, amelynél országosan 19 ezeren, a megyénkben pedig 1115-en dolgoznak. A szervezet számára nem csak a jelen, hanem a múlt is fontos, ezért nyitották meg azt az emlékkiállítást, amelyen bemutatták a pénzügyőrség relikviáit. A tárlaton számos tárgyi emléket, korabeli egyenruhát és szabálykönyvet is megtekinthet a közönség. Különböző kardokat látunk itt, illetve egy tényleg korahűbeli sapkát, illetve hát csákornak nevezték abban az időben, ami valóban egy nagyon díszes, szép címmel ellátott tárgy, és jellemzően egy tiszti sapka ez. A jelen dolgaiból pedig olyan dolgokat mutattunk be, amik ezelőtt 20-30 évvel keletkeztek ugyan, de már azok is szinte múzeális tárgyak. Van egy olyan számológépünk, ami egy ilyen, hát ilyen nagyon sok kis karokkal működik, le kell húzogatni, és még az én kollégám a 80-as években ezzel számolta ki a vámot. Az ünnepség után a NAV pénzügyőr zenekarának részvételével felvonulás indult a Kossuth térre, ahol a nap folyamán számos bemutatókkal várták az érdeklődőket a rendvédelmi szervek.